Sorra dőltek meg az eddigi áramfogyasztási rekordok tavaly Magyarországon, előbb márciusban, majd decemberben több alkalommal is újabb és újabb villamos energiafogyasztási csúcsot regisztrált a MAVIR. 2018. december 19-én elérte a fogyasztása 6869 megawattot, ami a valaha mért legmagasabb érték. A rendszerirányító közölte, mindig, így kedvezőtlenebb időjárási körülmények között is biztosítja az előírás szerinti mennyiségű tartalékot, az ellátás biztonság szintje az előírt hazai és nemzetközi normáknak megfelelő. A tavalyi év rekordját hozó napon a hazai igények hozzávetőleg egyharmadát importból elégítették ki. Ehhez hasonló arányt 28,8%-ot biztosított a Paksi Atomerőmű 4 blokkja. A további áramszükségletet egyéb gáz, szén és megújuló forrást használó erőművek szolgálták ki. Az, hogy a Paksi Atomerőmű egymagában az igények egyharmadát kielégítette a tavalyi áramfogyasztási csúcs idején is, jelzi, hogy az atomenergiának döntő szerepe van az ország villamosenergia ellátásában, emelte ki a Paks 2 Atomerőmű ZRT kommunikációs igazgatója. Mitler István rámutatott, az ellátás biztonság fenntartása érdekében szükség van a nukleáris kapacitásra, hosszú távú fenntartására, azaz a tervezett két atomerőművi blokk megépítésére. Paks 2 nem csak a biztonságos energiaellátás garanciája, hanem a tisztább környezeté is, vázolta Mitler István, hangsúlyozva, hogy a beruházás hazánk klímavédelmi céljainak elérését is szolgálja. Azt mondta, a két új blokk évente mintegy 19 milliárd kilowattóra villamos energiát fog termelni károsanyag kibocsátás nélkül. Ha nem épülne Paks 2, akkor a jelenleg üzemelő négy atomerőművi blokk leállítása után fosszilis energiahordozó használatára kellene áttérni, ami hozzávetőleg 17 millió tonnával, azaz 36%-kal növelné meg Magyarország széndioxid kibocsátását.